játékvezető jobbján nekünk balra a képen, az Matthias, a másik pedig Adamić. És itt balra a magyarok, jobbra a brazilok, ezt akár mondanom sem kellett volna, gondolom megkülönböztethetők jól. És bár nyilvánvaló, hogy a háromszoros világbajnok csapat, brazil csapat bárhol lép is pályára a világon, a mérkőzés esélyesének számít. 16-os oldalvonalánál egészen Détári Varga. És beleléptek, mint az várható is volt, kissé lassan végezték el a végén. Garaba egyből, nagyon jól Bognárnak. Bognár egyből tovább, na Marci! Edzon szerel, Edzon a legkeményebb volt az NSK ellen a brazil csapatban, de jó! Kiprit Jóska, emeld vissza! Gól! Détári! Gyönyörű volt, gyönyörű! Gyönyörű! Mintaszerű! Egy lélegzetvételnyit legalább megenyült a kapitány. 5. perc Détári fejesével 1-0 Magyarország javára. Nagyszerű volt a balra átívelt labda, Kifrich jól tette be, és az elvetődő Détári fejesével. Na nézzük még egyszer. Remek indítás így kezdődött. Edzon szerel. Elcsípik a mieink. Détári kitűnően teszi ki jobbra. Kiprichnek. És ahogy illik, ő kapja vissza, pompás fejes, sarkos gól, gyönyörű. 1-0. Jó van, fiúk. Kezdetnek jobb nem is lehetne. Belül ketten is egyedül van. De ketten vannak szabadon. Ez szép, szép volt. Garaba kétszer javít, gyönyörű. Bravo, Ivo. Haza lehet adni. Biztos kim van a kapuból, a mieink brazil módra. Kigurigázzák a labdát, tombol a közönség, élvezi nagyon. Jobb oldal Csallai, ez az, gyönyörű. Keresztlabda Vargát, és futkároznak a brazilok. Nem akarom elkiabálni, mert hiszen azért ugyanígy történt az NSK meccsen is. A kapott gól után jó darabig zavarban voltak, most is láthatóan. Varga egyből a szabadrugás, Gurcsáé a labda. Remekül Perditi, Eszterházi sarokkal maga elé. Na majd Márton, beadás jó. Hanik fejjel nem tudott erőt adni bele. Renato. Vissza kell futnia Szilasznak labdáért. Elzo kevernek, és egy nagy lövés! Akkor talán világosabban kiderül esetleg. Itt a lövés pillanata. Hátok. Újra Szidni kapja vissza Szilásztól. Ismét Szilász. Jó a továbbítás. Ó! Mekkorát védett! De óriásit védett biztos most. Kardos. Burcsad első negyed óra után. Détári kap jó labdát Hannichtól, jobbra tehetné, jobbra is teszi, ő biztos, hogy jobbra teszi, ha oda lehet. A beadás se rossz, Oszkár fejeli el, Lejászőr is megkeverte a baloldali védelmet. Burcsa indít jobbra, aj de jó labda Csallainak, jó be kéne adni, így is jó, Eszterházi lövi meg, itt a gólhelyzet! Ott fekszik az ötösön. Elzó jön át, ki kéne rúgni az oldalvonalon kívülre a labdát sérülés miatt. Tehát ő nyilvánvaló nincs olyan formában. Détári, Csallai, Kardos, Garaba, Sándor Imre, a gyúró, Disztl Péter, Hanich, Burcsa, Eszterházi, Varga, Nagy Antal. Itt pedig Tim, ez az őszhajú úr, aki kiment a képből, a pályaedző. Tim az csak a beceneve, de oly hosszú az igazi, hogy nem is kísérletezek vele. 1-0 tehát Magyarország javára. Meg hát nem is baj, ha kis Kovács is
átesik a brazilok, legalábbis a brazilok elleni tűzkeressége, mert egyébként már volt módja, alkalma. Eszterházi kapja. Jól fordul le. Ez nem lesz jó. Jóha. Détár jön elvégezni a szögletrúgást. Az első negyed óra. Détári. Anich. Sidney. Renato. Hamar keresztbe vágta, Sallai próbált belépni, még az övé, Sanyi, remek! És az indítás se rossz, ha Eszterházi el tud vele menni! És el tudom, most kereszteznek, beadni Eszterházi, még ő! Üres a kapu, Kálmán! Gól! Gól! Fogás Kálmán! Na, ez már az igazi, Sándor Imre! Eze is felugrott, aztán gyorsan visszaül, megcsókolják. Remek. Sallai kaparta ki a gesztenyét és indított, aztán Eszterházi lódult meg Mózer a nyomában. Ez a csel is jó, átfűzte. A lövésbe még belenyúl a kapus, és szerencsésen pattan egy védőről Kovács Kálmán elé. 2-0. Itt már eljött Eszterházi, ez a másik nézőpont. A keresztezőt még becsapja, és bravúrral tolja ki a labdát, ugyan kitolja Leán, de a védőről Kovács Kálmán elé kerül. 2-0 Magyarország javára. Gurcsa teszi hátra, Varga és Disztó. 16. perc, második félidő, 2-0 Magyarország javára. Csak röviden sikerült, megint Renato. Mózer indul be. Gyere, Péter! Nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó! Most már szörnyen. A lélegzetem is elállt, hogy nem jött kifelé. Sehogy sem akart kifelé jönni a labda. Ez nagyon meleg volt. Nem sikerült elrúgni, még szerencsénk volt, és innen is fölpattant a bevetődő Sallain, és így lett szöglet. Varga várja ki. 18 perc telt el a második fél időből. Nyilvánvaló, hogy most aztán nagyon ráhajtanak. Szilász indít, Renato emel be. Ez az, Péter, ez az. Sem brazil nevű. Mózer fejeli be, ott! Rúgjátok ki, úgy van. Alig látni, alig nyúl labdához. Sallai. Eszterházi indul meg, Alemán mellette. Eszterházi meglódul, még ő. Partjelző mutatja, hogy szabad rúgás. Hanich Péter. De jó labda pedig! Lövés! Azon a mérkőzésen. Már el is vétették, csak zavarni kell őket. Ó! De nagy labda! Menjél, Marci, menjél! Nem jó! Most jó! Most jó! Most jó! 3-0. Micsoda labdát adott Détári. Na most már mosolyog egy kicsit mosolyog a kapitány. A partjelző próbálja visszatolni az oldalvonal mellől a magyarokat, és lezavarni a szurkolókat. Micsoda labda volt! Détár egy kicsit korán lőtte, megnézzék meg majd a kifutó Leába, de az már csak elébe tudta tenni, itt már nem lehetett vita. 3-0 Magyarország javára. Hát én nem akarom elkiabálni, de nagy örömünnep nem lesz Rióba ma. Igen, igen, elnézést is kér, megy Antal. Pieket, és Sallait indítja jobb szélen. Kapáslövés, szöglet, majdnem beesett. Leán a léc alól potorta ki.
Kovács Kálmán. Bizony veszedelmes emelés volt, épp hogy kitenyerelte. Détári, Eszterházy, Hanich, még ő! Visszapattanhat, lőd! Hoppá! Itt pattan vissza Hanich felé, aki fél fordulattal rá is küldi. Nézem Détári. Varga? Igen. Hopp, szöglet. Leon, mint a lepkét, és nohúj készülésének elején tart, de azt is tudjuk, hogy nagyon készülnek már egy ideje. A játékosokat kivonták a bajnokságból, és a brazilok ellen nincs olyan évszak, nincs olyan alkalom, nincsen összeállítás, hogy ne lenne csodálatos nagy diadal győzni. És a mieink már vetkőznek is. Messzcsere